Mennyire hiányzott a versenyzés abban a pár évben, amikor csapatvezető voltál? Akkor is ültél egyszer-egyszer versenyautóba, de azért mondjuk egy teljes szezonnyi versenyzés, meg évente egy futamon való indulás, azért az nem ugyanaz. Amikor visszajöttem versenyezni, akkor nagyon rosszul mentem. Ugye elég sokat kihagytam. De ott lehetett érezni, hogy ez nagyon hiányzott. Tehát amikor az volt, hogy hónapról hónapra, ugye hát ez a 10 hónapban mentünk versenyről versenyre, és mint versenyző tudtam ott állni akkoriban, akkor ott teljes egésznek éreztem magam újból. Hát ez volt talán 2010 volt, amikor ugye még a Szerikával indultál, és abban az évben már a különböző evókkal próbálkoztál, és akkor 2011-től kapott lendületet ez a dolog, és jutottunk el odáig, hogy 2017-ben voltál. 17-ben voltam. Voltál bajnok. Az volt az első bajnoki címet 2017-ben. Mi kellett ahhoz, hogy bajnok legyél? Kellett a tyútyúnak az X-R4-es Mitsubishi-je. Kellett az akkori csapatom, a Swatek Zsoltiék. Kellett Jobbágy Ákos, aki kicipelt engem, vagy akivel jó kapcsolatot ápolok, és akkor még nem cipelt ki, ez majd egy külön történet lesz, hogy tényleg egy kicsit úgy átformáljuk. Kellett egy komoly fogyókúra, tehát úgy minden ahhoz, hogy többet sportoltam, akkor kellett akkor egy jó pénzügyi háttér volt mögöttünk, és mindez, ezzel meg tudtam teremteni azt, hogy egy jó technikai háttér, tehát hogy tartalék alkatrész, az autó jó fel volt készítve, jó szakemberekkel dolgoztunk, és én tudtam az év elején, amikor a Hevesi Pistivel elkezdtünk versenyezni, hogy őt nagyon nehéz lesz legyőzni a versenypályán, de ezt őszintén bevallom, és én azt gondoltam, hogy én úgy tudok a leggyorsabb lenni akkor ott ORC-ben, hogyha nekem mindenem toppon van. A féltengeim, az áttételeim, a kábelkötegem, a motorom, akkor még nem volt ás motor, ugye R4-es volt az autó fúra, és azt tudtam, hogyha ezt végig tudom csinálni, és a versenypályás hibamentesen, inkább egy kicsit lassabban megyek néha, de végig tudok menni, akkor nagyon nagy esélyem van arra, hogy bajnokságot nyerjek. És ugye az akkori csapatom nagyon jó volt, tehát nagyon Swatek Zsolti, Swatek Krisztián, ott volt Amrein Lackó, tehát értettek is hozzá, Kisoli, Szunyi, ezeket azért sorolom fel, mert ez egy nagyon sikeres időszak volt az életemben. Bohár Laci volt a csapatvezetőm, aki amúgy a barátomnak mondhatom még mai napig is, és egy olyan közegbe tudtam versenyezni, ami azt gondolom, hogy ugye, meg hát megmondom őszintén, hogy aki elkezdett gyorsítani, közben az amikor elkezdtem versenyezni az Ivettel, ugye Magyar Gábort lecseréltem az Ivetre. Notthely Szivetre. Szerintem a Gábornak csak hiányzott már a versenyzés annyira, de úgy éreztem... Gábornak hogy... talán akkor született gyereke is, mert nem is nagyon akart versenyezni. Hát nem emlékszem tisztán, de igen, tehát egy kicsit úgy volt vele, hogy néha mondta nekem, nem menjünk olyan gyorsan, de jó, beült az Ivet, és elkezdtek jönni az eredmények, és mert azért az nagyon fontos megjegyeznem, hogy én nagyon magam alatt voltam, hogy nem tudtam gyorsan menni. Hát amikor a 10 km-es gyorságén a Matics Misi 30 másodpercet adott, akkor azt hittem, hogy kirúgom a lábait, vagy a sajátomét, érted, hogy azért nem néz túl gyorsan egy Mitsubishivel. És akkor szépen ez így faragtunk le belőle. Nagyon sokat teszteltem, így ott a meccsek környékén, Pécsen volt a műhelyünk, meccsek környékén az összes rally sprintre, de akár még Salgótarjánban is elmentem teszt lehetőséggel, ami ott volt oda mindenhova, és elkezdtünk gyorsulni, és amit előbb akartam mondani, bocsánat, hogy egy kicsit így össze-vissza, egyszer azt mondta nekem a Notthely Szati, az Ivinek a tesója, hogy nem mondd már, hogy te szarul mész, azt mondja,
pörgess vissza magadat, amikor a Zsiguliban mentél, azt mondja, öröm volt a pálya mellett állni, elfelejtettél vezetni? Azt mondja, nem felejtettél, meg nem szarul vezette, hanem egy picit be vagy rozsdásodva, úgyhogy szedd össze magadat, és kezdj el gyorsan menni, mert ez nem így van, hogy te egy béna sofőr vagy, tehát ilyen középszerű, és ez egy nagyon nagy löketet adott az Ati, nagyon nagy löketet adott az Ivi, és elkezdtünk gyorsan menni. És aztán jött ugye Bánvitya is. Igen, és akkor... A bajnok címet vele nyertétek meg. Igen, és 17-ben jött Vitya. Aki szintén egy nagyon, nagyon hát jó én mit átéltem ezért, hogy lecseréltem az Ivettet a Vityára, és ez még nem is nagyon merünk erről beszélni a magánéletben, azért nem veszük elő a témát. De úgy voltam vele, hogy nem lehet, együtt dolgoztunk az Ivettel, együtt ültünk a versenyautóban, én úgy éreztem, hogy kell valami, ami meg azért egy Mitsubishivel 210-220-akat lobogsz az utakon. Nem biztos, hogy oda a barátnődet jó szemmel nézed ott a navigátor ülésbe. És akkor jött, nem nézed jó szemmel, mert ugye félted. Hát úgy akarom, igen, azt akarom mondani az egészből, hogy igen, hogy nem biztos, hogy nagyon boldog vagy tőle, vagy hogy igazából félted nagyon. Amit ugye nem érzel egy gyorsaságért. Vityáért meg nem kár. Hát a Vitya, ő akar beülni, akar gyorsan menni, meg hát persze nem. Úgyhogy jött a Vitya, és akkor hát ez egy csodálatos 3-4 év volt, amit így eltöltöttünk. Jó gyorsan mentünk. És nagyon érdekes, amit mondok, hogy 2017-ben megnyertük a bajnoki címet, és annyira lehetett látni 18-19-ben, hogy valami változik, hogy kiengedsz. Pedig aztán egy ORC bajnoki cím, azt mondom, hogy bajnok, magyar bajnok vagy, de hát a nagy abszolútban te csak ilyen 5 és 10 között voltál. Tehát, hogy azért még kellett volna egy kicsit gyorsulni mindennek. És utána elkezdett így lefele, mert nem tudtam annyira foglalkozni, nem akartam, elkényelmesett, voltak jó részeredmények, nyertünk versenyeket, de ott talán 18-ba kellett volna, ha egy kicsit ugye a pályafutásomról beszélünk, ott kellett volna egy kicsit összeszedni magamat, amit úgy mondtak is, hogy figyelj, nem kéne meginni azt a 2 sört, hanem inkább el kéne menni futni. De hát ez csak egy kicsit azért is mondom ebbe a történetbe, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy minden összeálljon, és nagyon oda kell figyelni, hogyha valaki gyorsan akar menni. Emlékszel a pillanatra, amikor bajnokok lettetek? Átbukkantunk Remeteréten. Átbukkantunk ugye a hosszú gyorsasági volt, Orfű Remeterét, és elkezdtek potyogni a könnyeim. Közben a Vityának is elkezdett csuklani a hangja, és akkor elindultunk lefele, az volt az utolsó gyorsági. Tehát gyorságin átbukkultunk a Remeteréten, és akkor még van egy hegyi pálya lefele. És akkor ráadásul még ott valahol föl is úszott az autó, azt hittem, hogy nem bírom összeszedni, egy ilyen hosszú kanyarból előtte a Turán neki ment a szallagkorlátnak. És az egy keserves volt, hogy leérjünk a célba. Hát az egy nyomni is kellett, már tudtad, hogy bajnok is vagy, de nem akarsz bénázni, és igazság szerint egy csodálatos érzés volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy és amit mindenkinek meg kell tanulnia, szerintem kezelni, hogy nagyon sok munka volt benne, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és most úgy beszélünk róla, mint a világbajnokok lettünk volna, de akkor nekünk ez azt jelentette. Ezt is akartam tőled kérdezni, hogy most így visszagondolva erre a bajnoki címre, mennyivel több az életed, hogy akkor bajnok lettél, mint hogyha mondjuk akkor is egy második helyen végeztetek volna a szezonban? Hát szokták ezt az elcsépelt dolgot mondani, hogy nem lett olcsóbb a kenyér, de azt gondolom, hogy a bajnoki címet arra mindig emlékszem. Most a beszélgetés alatt felelemítettük a Skodát, felelemítettük a Peugeot, a Citroent, és többször voltam évvégén második, meg harmadik a bajnokságokban, de azokat úgy elfelejtett, de ezt a bajnokságot nem. Tehát a bajnok vagy. Nem vagy te gyors, vagy nem vagy te lassú, nem vagy te rossz versenyző, ha második vagy. Mondták, hogy az első legnagyobb vesztes a második, de mégis valami pici hiányzik, hogy ne tudjál nyerni, és amikor nyersz, akkor ott nem hiányzott semmi. És a rally meg egy olyan érdekes sztori, mert
Egy picit azért, ha belegondolunk, utána volt olyan Ozrallin, amikor a 67-en mentünk egy-két másodperceken belül ORC-be, tehát nagyon nagyok voltak a harcok, és akkor is második, harmadik voltam évvégén a bajnokságban. Egy sokkal komolyabb bajnokság volt, de én azt mondtam egy más versenyzővel kapcsolatosan, és nyerjünk egy magyar bajnokságot, aztán utána menjünk tovább, EB vagy VB, de ezt össze kell rakni. És azért ne felejtsük el azt, hogy össze lett rakva a pénz, össze lettek rakva azok a szakemberek, azoknak a motiváció, az alkatrészek, és ez meg lett csinálva, és tényleg egy nagyon-nagyon szépen gondolok rá. Persze volt már olyan, hogy mondták, hogy te hülye, hát te is magyar bajnok vagy. Úgy mondom, tényleg, de az egy ilyen baráti beszélgetésnél. De tényleg nagyon-nagyon jó volt. Igen, erre a bajnoki címre, nagyon sok versenyzővel beszélgettem a bajnoki címről. Egyik oldala az, hogy megnyered a bajnokságot, hazamész, onnantól kezdve annak már nincs jelentősége, hogy megnyerted a bajnokságot, vagy éppen második lettél. Ha elmondhatod azt, hogy küzdöttél, és mindent megtettél a bajnoki címért, vagy azért, hogy a legjobbat kihozd magadból, akkor egy második, harmadik hely is lehet egy nagyon jó eredmény. Ez az egyik megközelítése a bajnoki címnek. És tényleg egyébként, hogyha visszagondolunk, vannak olyan versenyzők, akik sosem voltak magyar bajnokok, mégis a legnagyobb legendák között tartjuk őket számon, és attól, hogyha nekik lenne egy, vagy két, vagy három, vagy nyolc bajnoki címük, attól sem lennének többek. Viszont, amit te is mondasz, hogy egy bajnoki címet azt nem adják úgy, hogy Maricek úr, hoztunk Pagának egy bajnoki címet, tessék eltenni, és akkor innentől kezdve boldog lehet vele, hanem egy ilyen bajnoki címre azért meg kell küzdeni, és ez egy nagyon hosszú út, mire az ember eljut odáig, és talán a legnagyobb dolog a bajnoki címben az, hogy az ember saját magát le tudja győzni, és mindig előrébb tud menni, és mindig egy picit hozzá tud tenni. Ebben a 17-es bajnoki címben mennyire volt benne a Zsigulis év, mennyire volt benne a Peugeot Autosziget, a Citroën Total Rally Team, amit már elkezdtél a Rally Cafét ugye a kommunikációval foglalkozni. Mennyire volt benne mondjuk a csapatvezetői munkád? Tehát, hogy az autósportnak nagyon sok oldalátról tudtad ezt összerakni. Honnan kezdjük az utat? De én azt gondolom, hogy 1995-ből kezdjük az utat. És ahogy föltetted a kérdést, hogy ebben minden benne van. Kellett a Zsiguli, kellett a Skoda, kellett a Rally Café, kellett annó a Bátfiltelen, amikor el nagyon nagyot estem az első Mitsubishi-s élményem. Minden kellett ehhez. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az kellett. Nem. Itt az is kellett, hogy a Jobbágy Ákos azt mondta december 30-án egy étteremben, hogy akkor jövőre te kezded a kamion versenyzést Amerikába. Hát december 30-án mit mondasz? Persze, hogy megyek. Hogy ne mennek Ákikám? És jött a március, és március közepén, és mondta, hogy akkor az Eger Rally után repülünk ki, és ott fogsz kamion versenyezni. És megismerkedtem egy új világgal. Így állt rajtam a sapka, ültem, van egy fényképem, és ezek két napig dolgoztattak telemetriával, mindennel, és azt mondtam, hogy hát nagyon örültek ott, hogy keresztbe mentem a kamion, de mondta az Ákos, hogy ez kurva lassú. És ez is kellett. Kellett, hogy Suzuki-ztam, akkor beültem Suzuki-ba a pályára, annyira megvert a fogaladri, azt hittem, hogy nagyon megverem én is ott a pályaszélén, érzed, hogy de kellett ezeket minden, és pont amikor feltetted ezt a kérdést, honnan számoljuk? 1995-ből. Hát azért egy csapatvezetői munkából ott, amikor a budai tímmel jöttünk, mentünk, olyan emberekkel dolgoztunk, mint Václav Pek, vagy pont azon a versenyen nem voltam, de Hirvonen, Latvala ment a Toyota Corolla VRC-vel, és olyanokat látsz, hogy ott mindenbe belelátsz, hogy ő hogy csinálja, amikor a Galli jött és ment ott a VRC-vel a Mikulás Rallin, és figyelj, és látod. És te látod onnan. Mekkora alázattal jött a Galli a Corollába. Te látod, amikor kiszáll egy Galli a kis buszból, és 3 másodperc múlva bennőtt a Corollába. De nem az volt, hogy köszönjen az embereknek, hanem kiszállt, és mint a gyereknek odahozták a játékát, és kinyitott az ajtót, beült a Corollába, és ott ült bent. Pedig akkor a Galli már talán volt félgyári versenyző is, tehát ő megjárta a Rally világbajnokságnak a csúcsát. Emlékszem a jelenetre, amikor megérkezett talán valami kis busszal hozták őt a repülőtérről. Ja. Kiszállt a kocsiból,
Hát Galli egyébként nem egy nagyon szereplős ember. Tehát emlékszem, hogy Rally VB-ben a sajtótájékoztató az neki egy igen komoly próbatétel volt. Annak ellenére, hogy bármikor órákat tudott mesélni a ralliról, és a legjobb riportalany volt, mert kérdezték tőle valamit, és akkor végig szőzte az egészet. De hogy ezeket a szituációkat ő sosem tudta nagyon jól kezelni, de emlékszem, kiszállt az autóból, meglátta, Hófehér volt a Corolla, és talán már rajta volt a neve. És odaszaladt az autóhoz, és nem emlékszem rá a mozdulatára, hogy mit tett, de szinte megölelte a kocsit, és megcsókolta. Hogy ő most ezzel mehet a Mikulásról. Kinyitott az ajtót, beült, elkezdte nyomkodni a pedálokat, forgatta a kormányt, így hát nem rángatta a váltókart, mert ott állt az autó, nem volt beindítva. Ilyeneket csinált, és talán megsimogatta, vagy megcsókolt, és utána kezdett el kommunikálni bárkivel. Tehát egy ízéglédő profi. És egy kicsit visszatérve erre, hogy mennyire kellett ez az út, én azt gondolom, hogy akkor vagy jó versenyző, akkor érsz meg, én azt gondolom, amikor ezeket a 95-től napjainkig tapasztalatokat össze is tudod rakosgatni, és elemezni tudod, és föl tudod használni a jókat, a rosszakat. És akkor kezdesz jó versenyző lenni. Akkor kezdesz szerintem jó versenyző lenni, amikor az adatokat már tudod értelmezni. És ezt nagyon megtanultam, most így már kimerem mondani, én azt gondolom, hogy ez így van. Én nagyon szeretnék segíteni versenyzőknek, hogy jobb versenyzők legyenek, akár elméletben, akár gyakorlatban, akármiben, stratégiában. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van Magyarországon, most nagyon-nagyon nagy szükség van arra, hogy előjöjjenek szakemberek, és tanítsák a mostani fiatalokat. De akkor, tehát az adatokat kell, ott az minden megvan, hogy te gyorsabb vagy, lassabb vagy, a miértje ott van. És ugye az is adat, amikor a Zsigulival, hogy milyen hibákat ejtettünk, akkor milyen nézés. Szerintem akkor leszel jó versenyző, ha ezt így. És utána jön az alázat. Nem sört iszunk, futunk. Vagy boxolunk. És el is érkeztünk a pályafutásod 5. részéhez, a navigáláshoz. Ugye évek óta versenyzel Vogel Adrival, de nem vele kezdődött a navigálás, hanem egy Mikulás rallin. Ráadásul hát nem egy profi versenyző mellé ültél be. És hasonló volt a szindróma, mint amikor a Rally Café alapítását így fölvázoltad nekem. Mondom, hogy újságot alapítasz, hülye vagy. És beülsz egy amatőr versenyző mellé navigálni. Egy állat mellé. Hát azért ehhez is kellett egy jó nagy adag hülyeség. Hogy jött ez a navigálás? Hát úgy, hogy mondta nekem a Pepe, Mészáros Pepe, hogy nem biztos, hogy tud neki navigálni a Varga Pisti, azt hiszem, hogy próbált navigátort szerezni, mert akkor a Niki terhes volt. És én állat, mondom neki, mert ugye a Tóth Tibi mellett nagyon sokat teszteltem a Fábiát, és elkezdtem megszokni, és elkezdtem játszani a gondolattal, hogy egyszer beülnék így navigálni. Mert ugye azért ez egy kihívás. Na, hát nem még egy sofőrnek. És hát elrejtettem, hogy hát majd átgondolom, mert lehet, hogy beülnék. Figyelj, lenevezett ez az állat. És mondta, hogy akkor én leszek az. Tehát ő ott abba a percben eldöntötte. Hiába mondta neki, hogy 2 hetet adjon, vagy nem. Hát és tudjuk a Pepe milyen. Amekkora nagy darab, olyan állat, de akkor nem tudott, hogy jó vezet. Hát nem voltunk tesztelni sehol is. És hát úgy gondolom, hogy egy, hát az egy nagyon nagy élmény volt. Beülni egy autóba egy sofőrként, elrajtól, nekem mondani kellett, hogy gyorsan menjen, mert az az igazság, hogy ne öblögessen ott. Hát de annyira féltem. És ráadásul, hát hogy kezdtem a navigátori pályafutásomat. Az első etapról hívtam az Üvit, hogy hozzák az itinert, mert behagytam a szervizbe. Addig kevertem az itinert füzeteket, hogy az át van írva, nem, az üreset raktam be.
Úgyhogy a Nikinek az itinerét meg nem láttam, mert én úgy írom, hogy 4 vagy 5 sorban nagybetűkkel, ez meg nem tudom hány, tehát tudod. Úgyhogy képzeljétek el, hogy ráadásul a Mikulás Rally, Mitsubishi, Pepe, egy állat, és nagyon kellemes csalódás volt, nagyon élveztem, és tudtam rajta gyorsítani, úgyhogy ott megpecsételődött a sorsom. Hát mert képzeld el, hogy a lassú kanyarokba annyira megijedtem, egy derékszű kanyarban mondom neki másodikba okosan, ez harmadikban annyira lefordult, a gatya leesett rólam, de a nézőkről is. Akkor voltak ezek a lassú, akkor gyors kanyarokban megfékezgetett meg. Ahol én 5. padlón átmegyek, ott 4. mentünk át, és akkor így a... Így elmondtam, hogy mikre figyeljen oda, miket nem szabad csinálni, hogy megbutuljon a kocsi, és ugye nagyon komolyan mentünk. Aztán már mérges voltam, amikor lecsúsztunk az útról, és akkor vissza kellett kapcsolni egybe, akkor meg, hogy, mert annyira bennem volt, hogy nyerünk. Tehát egy olyan komoly adrenalin adott, meg tényleg jó volt látni, ahogy ő tekeri a kormányt, és kellett hozzá ez, mert eddig nem tapasztalt, nem mondta el neki senki, hogy ez így kell menni az autóval, hogy ez így elbírja, honnan is tudná, hát keveset megy egy évbe egyszer, és itt megpecsételődött a sorsom. Aztán jött Matics Misi a külföldi versenyével, átmentünk a célon, és még mindig mondtam az itinert, azt mondja, te hülye gyerek, már rég célba vagyunk. Hát szóval ott azért egy kicsit nehéz volt Novagoricán meg zelezni kibe. Miskával nagyon jó, barátok vagyunk, de annyira lecseszett, hogy nem álltam meg a lábamon, amikor ugye lemaradtam, vagy túlmentem, vagy 2 lapoztam, de hát nyugtattak, mindenki nyugtatott, a Kocsis Gyuri, a Ivett, a Notelsz Ivett, a feleségem, mindenki, hogy nem, hogy magyar pályákon versenyeznék, mert azt legalább nagyjából tudom fejből, hát ez is hazugság, meg fura tudom fejből, és akkor könnyebb navigálni. Úgyhogy így legalább tudod, hogy hol jársz, ugye, Novagoricán. És ráadásul Misi azon a versenyen azért ott nem autókázni ment, bár nem tudom, hogy Matics Misi megy-e valaha autókázni, tehát hogyha ő belül kocsiba, akkor lemegy a függöny, és ő nyerni akar. És hát a Novagoricia azért az a kategóriájú verseny, amire, hogy visszautaljunk, a Peugeot-nak a beállítása készült. Hát tehát ott van kanyar rendesen, meg ott a nagyon komolyan kell menni ugye a navigátor, tehát a navigátorra kell hagyatkozni. Misi már előtte azt hiszem talán indult azon a versenyen, de hát nem indult a verseny ráadásul. Tehát tulajdonképpen egy ilyen külföldi verseny, a magyar versenyre szerintem Matics Misi elmegy, bárhol lemegy navigátor nélkül. Hát aki így 50 évesen a Miska, vagy valaki azt mondja, hogy a magyar pályákon nem tudja a pályákat, az hazudik. Azt el tudom képzelni, hogy az itiner az megerősíti. Hát az kell, de nem tudsz, valamiben nem tudsz. De Novagoriciát az ember azt se tudja, hogy merre kanyarodjon. Persze. És a navigátor melletted elveszíti a fonalat. Hát azt mondta ez a hülye, azt mondja, hát még mi lenne, ha mondaná? Hát azért voltak jó pillanataim, de nem az egész gyors, nem volt komplett az egész. Nagyon nehéz volt, és ott is bebizonyosodott, hogy nem feküdtem le időbe. Másnap nem tudtam annyira teljesíteni a navigátor ülésbe, tehát ugyanannyi, hanem több energiát elveszt tőlem azt, hogy mondjam az itinert, és pontosan odaérjek, fölvegyem a ritmust, mint amikor vezetek. Tehát ugyanúgy leizzadok, ugyanúgy, tehát egy nagyon komoly feladat. Hát és külföldön meg mire tudsz hagyatkozni? Tehát amit leírtál, és próbálod a ritmust tartani. És tényleg ilyen nagyon kanyargós pályák voltak. Hát amikor megindult ez az állat, ott nem is tudom, ilyen nagyon-nagyon jobb kettő, bal kettő, de ilyen tempók voltak. Hát valamit mondtam, de mondom, én csak azt éreztem, mert amúgy olyan volt ülni a Miska mellett, mint hogyha egy nagyon kényelmes helyen ülné, mert annyira kifinomultan vezet. Hát én mondom, hogy most leesünk, és ez volt egy ilyen kilométeres rész, vagy 500 méter, vagy nem tudom megállapítani, de hosszú, és ott mentünk, már húzta az 5. Jézus Isten, mondom, nagyon tartottam, és akkor jót, egy kis egyenes, akkor azért mondjad már, azt mondja, ne nézelődjél. Ja, és akkor ugye átugrottunk egyeneseket a Mitsubishivel, tehát, ja.